Jó. A következő kísérlet, ez egy olyan kísérlet lesz, ami egy rövid ideig tart. Egy rövid ideig tart, kell hozzá egy tölcsér, kell hozzá egy kis virágpor, meg egy gyufaszál, ami ég. Ez a virágpor, tehát ez a virágpor, ez úgy működik, hogy ide kiöntök egy keveset, ide egy kis keveset kiöntök, ígyni, és megpróbálom gyufával meggyújtani. A gyufával való meggyújtásnál azt tudni kell, hogy a virágpor az az összetevőit tekintve éghető, és hát hogyha az ember megpróbálja meggyújtani, akkor több-kevesebb sikerrel járhat, de leginkább csak az fog történni, hogy a virágpor az csak úgy pislákol. Úgy pislákol. Egy picit megkaramellizálódik ott a virágpor. Most egy másik módszerrel fogjuk megpróbálni meggyújtani. Én ide teszek egy kis virágport ebbe a tölcsérbe. Kell hozzá gyufaszál. Meg is kell gyújtani. És annyit fogok tenni, hogy levegővel fogom összekeverni a virágport, és úgy gyújtom meg. Tehát... Azt hiszem, hogy jól látják, hogy körülbelül 10-szer annyi virágpor egy lobbanás alatt elment. Ez egy barátságos kísérlet idáig, de ebből komoly robbanás is lehet, az úgynevezett virág, vagy porrobbanás. A virágporral csak egy ilyen barátságos kis mennyiséget csinálunk. Ha valaki beírja például azt, hogy alumínium porrobbanás a neten keresőbe, akkor lehet látni, hogy nemrég Kínában, pár évvel ezelőtt egy ilyen alumínium porrobbanás egy negyed városrészt elvitt. Ugye az alumínium az egyébként ugye látszólag egy barátságos eszköz. Ugye nem nagyon tapasztaljuk, hogy az alumínium mondjuk rozsdás lesz, vagy bármi effélét. Mégis a kémiai vegyületekben, hogyha megadjuk neki a találkozást a kedvencével, akkor hihetetlen dolgokat lehet kitalálni. Ugye az alumínium attól lesz egyébként ilyen látszólag passzív, hogy amikor elkezd oxidálódni, az alumínium oxid az egy zárt vegyület lesz, tehát nincsenek benne repedések, és nagyon érdekes, hogy a hőtágulási együtthatója annyi, mint az alumíniumé. Tehát amikor kicsit megmelegszik, összehúzódik, akkor továbbra is zárt marad. A vasoxid nem ilyen. A vasoxid ugye az attól lesz a vas, ilyen nagyon erősen rozsdálódik, hogy amikor kicsit megmelegszik, összehúzódik, akkor mindig a vasoxid megreped, és a következő oxigénnak lehetőséget ad egy következő vassal való találkozásra. Azt hiszem, megcsinálom ezt még egyszer, hát, hogyha tetszett többeknek. De általában szokták érni, ha valakinek fényképet akar csinálni, elmondom, hogy mit érdemes megnézni majd a fényképen. A fényképen azt érdemes megnézni, hogy egy darabig egy ilyen egészen keskeny csőben fog itt kiérkezni az éghető anyag, és utána elkezd itt tágulni. Na, ott kezd igazán meleggé válni a helyzet, tehát a hőtágulás fogja ezt a láng felületet egészen nagyra fölfújni. Na, tehát akkor... No, hát körülbelül így néz ki a virágpor. Egyébként asztalos műhelyekben elég gyakran szokott porrobbanás előfordulni, malmokban a porrobbanás akár az egész épületet összeképes dönteni, tehát azért ez nem játék. Úgyhogy mindenképpen azt tudom mondani, hogy a porrobbanás ellen egy dolgot lehet tenni, takarítani. Tehát ez akármennyire fárasztó is.